Június 21-én több szintű választásokat tartanak Szerbiában, köztársasági, tartományi és önkormányzati voksolás is lesz. A legfrissebb hír, hogy Szabad Kán, a Vajdasági Magyar Szövetség is átadta a listáját, a stúdió vendége pedig Pásztor István, a VMS elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt jó. nálunk. Hát kezdjük a legfrissebbel, ugye átadták a listát. A listavezető Pásztor Bálint, a párt alelnöke, köztársasági parlamenti frakció frakcióvezető, de több úgymond komoly név is szerepel a listán. Hát mi a cél? Valóban ma át a listát. Nagyon régóta várjuk a pillanatot, ugyanis azt céloztuk meg, hogy Szabadkán is lehetőség szerint négyes sorszám alatt jelenje meg a Vajdasági Magyar Szövetség listája a szavazó cédulán. Mert hogy négyes lesz az országos szinten, négyes lesz a tartományi szinten, célszerű és jó volna, hogyha önkormányzati szinten is, ahol csak lehet négyes lenne, Szabadkán úgy néz ki, hogy ez lehetségesé válik, ez megkönnyíti majd a szavazás napján a cédulákon való föltalálását az embereknek. Különösen az idősebbek számára jelent ez majd előnyt és könnyebbséget. Valóban én úgy gondolom, hogy az idei választásokon a szabadkai lista még reprezentatívabb, mint ahogy az lenni szokott eltekintettünk attól az eddig alkalmazott szabálytól, hogy egy ember egy listán lehet csak rajta, az önkormányzati listák vonatkozásában tettünk ez alul kivételt, nem csak Szabadkán, hanem máshol is. És ezért van az, hogy olyanok is, akik az elmúlt időben más szinteken politizáltak, azokon a listákon túlmenően az önkormányzatikon is rajta vannak az a szándék, hogy a legjobb emberek menjenek be az önkormányzati ügyeket intézni, és azt gondolom, hogy a lista ilyen. A szándék az komoly. Ha nem volna komoly a szándék, akkor, akkor nem is ilyen volna a lista. Polgármesteri hely? azt szeretnénk, hogyha ha erősebbek lennénk, mint amilyenek az elmúlt négy évben voltunk, figyelembe véve a magyar jelenlétet a szabadkai városi képviselőtestületben ez reálisá teszi azt gondolom azt az ambíciót, hogy, hogy talán a legerősebb politikai opciók le, opció legyünk, ez a szándékunk. De hát, hogyha nem ez volna a szándék, akkor kár volna ezzel egyáltalán foglalkozni az ember, azért részese a választásnak, hogy jó jöjjön ki belőle, és hogy nyerjen. Mindent meg fogunk tenni ennek érdekében egy... E, e, becsületes, normális kampány keretein belül azt gondolom, hogy meg tudjuk győzni nem csak a szabadkai magyarokat, hanem a horvátokat, bunyavácokat, szerbeket is, hogy mi egy olyan opció vagyunk, aminek érdemes bizalmat adni. Kik ezek a nevek, akikről az előbb ön is beszélt, és én is említettem már, hogy komoly nevek szerepelnek a listán? Hát én szerintem most nem szeretném felsorolni a neveket, mert azt gondolom, hogy, hogy nagy valószínűséggel valahol hibát vételnék, és az nem volna jó. Ahogy mondta a Pásztor Bálint, a listavezető, Kernimre van még rajta, Horváth Tímea van rajta... Nágel János van rajta, Buckó György van rajta, Lovas Ildikó van rajta, rengeteg olyan ember, akik részesei a szabadkai közéletnek, akik meghatározó figurái gyakorlatilag a Vajdasági Magyar Szövetségnek itt szabadkán. Mielőtt még áttérnénk más szintre, maradjunk egy picit még szabadkán, ugye az elmúlt hetekben a VMS és ön is több kritikát megfogalmazott a jelenlegi szabadkai polgármester Bogdán Lábánnal szemben a kis járó csomagok kapcsán, és pont itt a hétvégén nyilatkozott is az alpolgármester asszony, hogy mi szerint több mint 900-an jelezték, hogy nem kaptak csomagot. Milyen a viszony most a szabadkai haladókkal? Hát azt gondolom, hogy talán most itt a kérdés fölmerülésének a pillanatában Tegyünk rendet. Ez nem egy személyes konfliktus. Nekem is, meg mindenki másnak azt gondolom, hogy a polgármesterrel is, meg a többiekkel is, akikkel együtt dolgozunk, dolgoznak a, az én munkatársaim naponta, az emberi kapcsolatunk jó és kiváló. Ebben nem történt változás és nem is történhet változás legalábbis, ami minket illet. De ettől függetlenül azt gondoljuk, én is azt gondolom, meg mindenki azt gondolja, hogy ez nem engedi meg azt a luxust, hogyha létezik egy probléma, a problémáról az ember ne beszélje. Már pedig probléma létezik, probléma pedig azért létezik, mert a Csomagosztás vonatkozásában Szabadkán egy másfajta kritériumrendszer ke került alkalmazásra. Ez e, érdeksérelmet okozott, és ennek eredményeképpen e, a Szabadkai rászorulók tekinthetnék önmagukat másodrangú polgárnak. Ezt mi semmiféleképpen nem tudjuk elfogadni. Ezt tettük szóvá, ezt tesszük szóvá, és azon inszisztálunk, hogy ez a helyzet megváltozzon. Most rakjuk félre azt, hogy mekkorák a csomagok, milyen értékűek a csomagok. Nem igaz az, hogy ezzel kapcsolatban nem volt útmutatás és iránymutatás, nem volt egy szándék az egységesítésre ugyanis a kormány ajánlásában. Benne volt az, hogy nagyságrendileg olyan két és fél ezer dinár értékű kell, hogy legyen egy, -egy csomag. A nagyságrendtől való eltérés mindenféleképpen eltérés, hogyha 6-700 dináros vagy 800 dináros a csomagnak az érték. Ez az egyik probléma. Másik probléma pedig az, hogy sajnos nagyon sokan még mindig nem kapták meg a mi információink szerint több mint ezren, vagy megközelítőleg ezren, ezért nyilvános fölhívást tettünk közzé, és arra kérjük mindazokat, akik úgy gondolják, hogy jogosultak, és nem kapták meg meg a csomagot, hogy jelentkezzenek, mert azt gondolom, hogy tiszta vizet kell önteni a pohárba. Térjünk országos és tartományi szintre, a Vajdasági Magyar Szövetség, ugye látjuk a Facebookon is önnél is, hogy ezért az aktivistákkal már szervezkednek, gondolom a munka folyik. Milyen kampányra készülnek így a koronavírus járvány idején, közben, előtt, után, ki tudja, hogy hol tartunk most? Hát a kampány a járványban. azt gondolom, hogy tart. Folyamatosan dolgoztunk az elmúlt négy évben, nem kampány jelleggel, de folyamatosan próbáltuk a mindennapi ügyeket intézni. Erre kell rámutatni most az előttünk levő kampányban. Ez a kampány minimum két szakaszra osztható ez a május végéig terjedő időszak, amikor elég szigorúak a gyülekezési szabályok, 50 fő fölött nem gyűlhetnek össze egy térben, legyen az nyitott vagy pedig zárt, ezt be fogjuk tartani, és ezt követően pedig azt gondolom, hogy valamikor június elejétől már nagyobb lélekszámú rendezvényeket lehet szervezni, akkor olyan tartalmak kerülnek megszervezésre, amik jobban hasonlítanak a megszokott kampányrendezvényekhez. Megtaláljuk a módját annak, hogy az üzeneteinket eljuttassuk a szavazópolgárokhoz, mozgósítva őket. Meggyőzve őket, hogy fontos, hogy részt vegyenek a választáson, fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségre adják le a szavazatokat, ugyanakkor beszámolva az előző négy év teljesítményéről, beszélve az előttünk levő kihívásokról, feladatokról, mozgósítva az energiákat, ez az előttünk álló, mától számított, kampánycsendig számított 30 napnak a feladata. És mi a VMS programjának a legfőbb pontja, vagy legfőbb pontjai? Hát ez a program, ez, ez a folytonosságnak a programja. Azt a programot szeretnénk továbbvinni, amit az elmúlt négy évben képviseltünk, érintve mindazokat a fontos a közösséget és annak egyéneit érintő kérdéseket, amik meghatározták és meghatározzák a, a, a jövőnket, legyen az identitás megőrzésről, infrastruktúra fejlesztésről, biztonságról, közbiztonságról, egészségügyről, mezőgazdaságról, gazdaságfejlesztésről, mindezek a kérdések benne vannak a környezetvédelemmel, a, a, az önkormányzatisággal, a, az autonómiával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy egy életszerű, ambiciózus, de nem a valóságtól elrugaszkodott program az, amit fölkínálunk választásra. Pénteken, más téma, pénteken találkozott egymással Belgrádban a szerb államfő és a magyar miniszterelnök. E, Sajtótájékoztatójukon sajtotájékoztató, önt személyesen is megemlítve azt emelték ki, hogy a szerb és a magyar viszony mostanában az elmúlt években kiváló, és hogy olyan magas szinte van, ami még soha nem volt. Közösségileg ez mit jelent. Erről talán nem nekem kellene beszélni, hanem az embereknek kellene értékelniük és ő kellene átgondolni, hogy vajon ez az ő minden napjuk szempontjából mit hozott. Én azt látom, hogy összehasonlítva nem egész tíz évvel ezelőtti időszakhoz egy jelentős pozitív változás állt be. Azt látom, hogy minket közösségileg is és egyénileg is megbecsülnek, respektálnak. Nem látom, hogy a másságunk, a magyarságunk miatt ö, olyan támadásoknak lennénk kitéve, mint amire emlékszünk, mint amit látunk a környezetünkben más országokban. A, má, a magyar viszony azért nem Úgy ugyanaz. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy, ennek, az, ennek a megállapításnak van egy, van egy, van egy húsba vágó, életszerű következménye. Nekünk ez elemi érdekünk, hogy így legyen, mert csak egy ilyen állapotban tudunk a feladatok leküzdésére összpontosítani, csak egy ilyen állapotban tudunk hozzáférni azokhoz a lehetőségekhez, amelyek a, a különböző földgyülemlet problémáknak a megoldását szolgálják. Ez azért is fontos, mert, mert csak egy ilyen állapotban tudunk bátran tervezni. Ez többek között bebizonyosodott most is, amikor a választási programunkat fogalmaztuk meg. Mi továbbra is azt tartjuk fontosnak, hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, amiket itt, mint adófizető polgárok kell, hogy élvezzünk, de ugyanakkor éljünk azokkal a nemzetpolitikai lehetőségekkel is, amelyeket az anyország biztosít a számunkra, és ezt a két dolgot úgy tudjuk ugyanabban a pillanatban használni, ugyanabban a pillanatban igénybe venni, hogy ez senkinek ne jelentsen problémát. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen a meghívást.